gyógyszergyártás és forgalmazás liberalizációjával. A nemzetközi szervezet munkatársai úgy vélik, a hagyományos drogok mellett egyre inkább az amfetamin származékok térkódítása jelenti a legnagyobb veszélyt. Az ecstasy tablettákat összetételük szerint más-más ábrával jelölik, és a fogyasztók általában egyszerre csak egy-két darabot vásárolnak a kereskedőktől. Az áru főként Hollandiából érkezik. Magyarország még mindig önellátó marihuánában. Emellett egyre többen válnak gyógyszerfüggővé is. Altatók, nyugtatók fogyasztása erősen megnövekedett. Annak ellenére, hogy ezek a gyógyszerek ezek leginkább támogatás nélkül kerülnek a lakossághoz. Az ENSZ jelentés szerint, amelynek részleteit a világszervezet képviselői ma ismertették, Magyarországnak sürgősen szigorítania kellene a gyógyászatban szükséges kábítószerek előállítását. Önök a híradót látták. Szerkesztőségünk legközelebb délelőtt 10 órakor jelentkezik majd az egyes csatornán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. Jó éjszakát! Ma éjjel, kedves nézőink, első alkalommal láthatják a magyar amatőr autó és motorgyorsulási verseny élő közvetítését a Hungaroringről, több ezer versenyző részvételével közel másfél órában. A két riporter, Földi Attila és Tóth Csaba.